Tolna megye egy újabb északi településéhez, Bikácshoz érkeztünk meg. Én személy szerint, és talán nagyon sokan vagyunk így ezzel, rengetegszer átutaztam, és átutaztunk már Bikácson, de hogy milyen kulturális és természeti értékeket, kincseket rejt magában a település, arról megmondom őszintén, nem nagyon sokat tudtam. Hát ideje, hogy felfedezzük, jöjjenek velünk! Történelmi feljegyzések szerint ez a vidék már jóval a honfoglalás előtti évszázadokban létezett. Az írott források azt mutatják, hogy a községet 1147-ben már hivatalosan feljegyezték. Bikács a törökök kiverése után 1720 és 1736 között lett újjátelepítve. A német származású telepesek a Hanság környékéről jöttek. Ma körülbelül 500-an lakják a községet. Voltak és vannak nagy álmok és nagy tervek, tetrekész emberek a településen, akik hisznek abban, hogy Bikács fellendülhet. Három sikeres Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 2005-ben nagyot fejlődött a falu. A térségben egyedülálló fejlesztések valósultak meg, ami azt is bizonyítja, hogy ez a falu tenni, fejlődni és élni akar. Ahogy a székely ember is mondta, most itt vagyunk Isten szent hajlékába, aminek kapuja mindenki előtt nyitva áll. Itt voltak az egész fiatal nősek, és ahogy idősödtek, arra úgy, akik még odavalók voltak. Itt, ezen a felén ültek az asszonyok, ezen a felén, meg itt ültek az öreg asszonyok. Aztán onnan jöttek a fiatal asszonyok, a leányok meg ott hátul ültek azokban a résekben. A most élő utódok talán nehezen tudják megérteni és elképzelni azt a nagy örömöt és boldogságot, amit elődeik éreztek akkor, amikor a sok évi vallásüldözés, elnyomás, oly sok küzdés, lemondás és áldozat után felépíthették templomukat, ahová akkor már örömükben és bánatokban egyaránt szabadon ki és bejárhattak. A nőegylet szintén az alapszabályában szívén viseli a helyi értékek megmentését, megóvását, felkutatását, és gyakorlatilag most már a 8. éve mi gondozzuk és ápoljuk ezt a féltett kincsünket itt a falu közepén, ezt az evangélikus templomot, amely országosan védett műemléktemplom, egyedi, a belső festett karzata szintén egyedi ritkaság számba megy az evangélikus templomok között. 1786-ban kezdték el építeni. Először nem kaptak engedélyt a torony építésére, ezért a templom torony nélkül készült el. Később azonban 1825 tájékán 4800 forintból a 32 méter magas, ma látható torony is megépült. Ezt a gyönyörű oltárt is az emlékezések szerint úgy vásárolta a gyülekezet, majd később sikerült harmóniumot vásárolni, ezt a 93 éves harmóniumot, amin mai napig is játszik a kántor, és később építettek orgonát, ami sajnos a háború idején tönkrement. Egyszer majd talán, ha lesz, aki játszik rajta, meg tudjuk javítatni, akkor sikerül majd, hogy a régi szép idők hangjait felidézze. A templom belső kiképzésénél különösen a színesre festett karzat és a bibliai történeteket ábrázoló festmények értékesek. Ezek a 19. század népi festészet dokumentumai. Ezeken az Ótestamentumból és Jézus életéből vett jeleneteket láthatunk. Cibóriumos szószékoltára egyedülálló a magyar emlékanyagban. Hosszú évek küzdelme, meg áhítatos óhaja volt már, hogy ezt az oltárképet szerettük volna, még az én édesapám is felújítani. Hát eléggé romlott állapotban volt, lyukas és szita is, mint egy szúnyogháló, és pont a Harmati Béla hívta fel a figyelmemet 2016-ban, hogy lesz egy ilyen evangélikus templomok védett értékeinek a felújítására szóló pályázat, és akkor megpályáztam és nyertünk rá a kép felújítására 1.750.000 forintot. A keretet akkor nem sikerült, bár az én meglátásom szerint azért az ugye laikus ember nem veszi észre, de a képet sikerült felújítanunk, úgyhogy most eredeti pompájában látható itt, az utolsó vacsorát ábrázolja. Amíg az Erika van, addig nem lesz elhagyatott ez a templom, mert gondját van neki viselve, ő ez nagyon is
110-ig, nem 100%-ig, 110-ig rajta van. Megkapta örökségül, hogy el ne hagyja, mert az édesapja volt az esperes, vagy a gondnok előtte, és azt meghaláskor elmondta neki, úgy vélem, hogy ezt a szent hajlékot el nem hagyhatja. Sajnos az utánpótlásra nem nagy kilátás van. Ezt nekünk, amíg vagyunk, ahogy a polgármester úr mondta, ezt nekünk védeni kell. Amit tudunk, költünk rá, szépítjük mindig. Kevés olyan hely létezik hazánkban, ahol a kistápéi lápréthez hasonlóan 8 hónapon keresztül illatoznak a szebbnél szebb virágok. A környezet ajándéka, hogy tavasztól őszig a rét teljes területét színpompás növények borítják. Most itt vagyunk a kistápéi lápréten, ez egy ősi rész, amely még azt lehet mondani, hogy a természetnek egy olyan ajándék, ami nem volt háborítva. A háttérben biztosan látszik, hogy ugye már az ősi bozót meg egyéb bokros növények vették birtokukba, de mégis itt, amit itt látunk, ugye itt van ez a réti kikerics egyik, meg sok minden olyan ősi növény van, a homoki nősziromtól kezdve a vízililiómig, meg sok egyéb dolgok. Van itt olyan természet által fölnevelt, illetve megtartott virág, amelyik, hogy úgy mondjam, a mai kemikalizált világban az kuriózum. Itt mezőgazdasági gépek zaja átmenő forgalma nem bolygatja a természet egységét. Itt rendszeres felügyelet van, ami annyit jelent, hogy külső betolakodók azért ide nem nagyon szoktak menni. Ez azonnak is köszönhető, hogy ez még a mai napig is úgy van, ahogy van az eredeti állapotában. Mint ahogy mondtam, ugye azért természet az ő a maga doktora is, meg a maga ura is. Nevel is, meg pusztít is. De azt láthatjuk, ha itt elnézünk, ugye ez a bokrosodás, meg a fűz, meg egyéb olyan ajnövényzetek, azok belepik előbb-utóbb ezeket a területeket. És ez között mégis megtalálni azokat az exotikumokat, amelyek itt vannak, például itt ez a réti kikerics, vagy a homoki nőszirom, vagy a vízililiom, meg egyéb olyan dolgok, amelyek csak itt teremnek, ez egyértelmű, meg többször ismételve magamat, csak annak köszönhető, hogy ember ide ebbe nagyon nem tudott beleavatkozni. A kistápéi láprét igazi csemege a természetbúvárok számára. A 47 hektáros természetvédelmi területen védett ritkaságokkal, jégkorszaki maradványfajokkal és más tájak rejtélyesen idekerült növényeivel is lehet találkozni. A területi operatív program során nyertünk egy közel 60 milliós pályázatot a nyílt csapadékvízelvezető rendszer kiépítésére. Miről van itt szó? Arról, hogy itt a jelenleg itt a helyszínen, itt a legkatasztrofálisabb egy-egy komoly csapadék utáni helyzet. Mert itt a hátunk mögött helyezkedik el az Icsi Park Hotel, ami annyit jelent, hogy vendégeket látnak el, vagy fogadnak vendégeket, és nekünk vagy idegenforgalmi adót fizetnek, tehát kutya kötelesség a vice versa oda. Egyfelől, másik pedig a településnek a megvédése, mert itt a hátunk mögött valamikor szőlő volt, nagyon nagy szőlők voltak, és a tagosítás során minden kiirtottak, következésképpen a mostani gazdák ugye föl lett parcellázva területek, nyilván, hogy mindenki a maga módja szerint szánt, következésképpen ének utána a víz azt tudja a fizikát, hegynek föl nem szokott folyni, csak vízszintes, illetőleg völgynek. Következésképpen sajnos itt, ahol most mink vagyunk, ez a völgynek ez a része, és nyilván, hogy ide gyűlik a csapadék.
elég komoly károkat szok okozni, mert ugye most a múlt hetekben húsvét előtti időben. Egy húsvét nagyszombatján éjjel kellett, riasztottak, hogy jöjjek ide, van egy óra magasságában, hogy ömlik a víz. Fotóztunk, itt majd valószínűleg a kamerába be is vesszük, látszik a nyoma neki még mindig, hatalmas mennyiségű hordalékot hordott le. Most ezzel, ha itt ezt a közlekedő utat lebénítom, vagy lebénítja ez a hordalék, akkor nyilván innen se ki, se be. Ez magával hurcolja azokat a károkozásokat, amit nem kívánatos. A TOP programban elnyert összegből a községben 2 kilométeren építenek ki burkolt vízelvezető árkot a legsürgősebben beavatkozást igénylő területeken.